A székesfehérvári közterület felügyelet segítségével elfogták a rendőrök azokat a férfiakat, akik horgáztak a sóstúban, nyilatkozta Csete Gábor, a Városgondnokság természetvédelmi szakmai vezetője. Néhány hete a Székesfehérvár polgármestere által tartott online közmeghallgatásra érkezett lakossági jelzés arra vonatkozóan, hogy illegális horgászati tevékenységet tapasztaltak a sóstú természetvédelmi területen. Azóta megerősítették a járőrözést, illetve illegális horgászatra utaló eszközöket, valamint halcsapdákat is találtak a fa járóhíd alá rejtve a sóstú vadvédelmi központ kollégái. A kamerák segítségével ütöttek rajta a rendőrök a rapsicokon. A sóstú természetvédelmi területen van a közterület felügyelet térfigyelő központjába bekötött kamera, és több éjszaka is látó vadkamera működik, amelyek helyét folyamatosan változtatják. A közterület felügyelet a napokban rögzített is felvételt arról, amint három személy a jégen a horgászbotjával próbált léket ütni. Később két férfira lettek figyelmesek, akiket horgászat közben füleltek le az egyenruhások. Felelősségre vonásuk megtörtént. Az illegális tevékenység óriási kárt okozhat az élővilágban, hívta fel a figyelmet Csete Gábor, a Városgondnokság természetvédelmi szakmai vezetője. Raktunk ki mi is plusz vadkamerákat, és a területen működnek közterületfelügyelő kamerák is, ezt közterületfelügyelet figyeli, és karácsony másnapján, délben ráadásul a nádibereknél két úri embert tetten értek, tehát a közterület szólt, hogy látják a kamerán az illegális tevékenységet, kiküldték a járőröket, és ők pedig azonnal elkapták és igazoltatták az illetőket. Hát pont halat is fogtak, úgyhogy megvolt a bűnjel is. Év végéig lehet véleményezni az új buszmenetrendet. A közösségi közlekedés fejlesztését tűzte ki célul az önkormányzat. Az átalakítást több ütemben tervezik. Az első jövő tavasszal indulhat. A tervek között hálózatbővítés és menetrend módosítás is szerepel. A közösségi közlekedés fejlesztésének első üteme több buszt is érint. 5 járat más vonalakba olvad majd be. Ezek a mostani 13-as, a 13A, a 13Y, a 29-es és a 30-as buszok. Ezáltal 7 járatnak hosszabbodik meg az útvonala. Ezek a 12Y, a 14G, a 16-os, a 20-as, a 24-es, a 37-es és a 42-es buszok. Mészáros Attila alpolgármester hozzátette, a hálózatbővítésre egyrészt az Alba Aréna, másrészt az Albaipari zóna fejlődése miatt van szükség. A hálózatbővítés 200 000 plusz kilométert jelent a vonalhosszán, és 220 millió forinttal drágább. Az első ütem megvalósítása után a szolgáltatás biztosítása az önkormányzatnak 2,5 milliárd forintjába kerül. A fejlesztés része, hogy minden város részből átszállás nélkül elérhető a kórház, és évfél körül indulnak majd az utolsó buszok minden város részben. A hálózatfejlesztés részleteit a város honlapján lehet tanulmányozni, a buszhálózat bővítést véleményezni pedig december 31-ig van lehetősége a székesfehérváriaknak. Reményénk szerint tavasz végén be fogjuk tudni indítani és át fogjuk tudni adni a multicsarnokot, amelynek nyilván olyan remélhetőleg rendezvényforgalma lesz, akár sport, akár kulturális és egyéb programok, amely indokolja, hogy buszjáratokat vigyünk oda. Másrészt pedig az elmúlt években az albaipari zóna területe rohamosan növekedett, és a jellegi Babér utcai megállóból sokat kell gyalogolni a Rozmarin utca és környékére. A madaraké volt a főszerep csütörtökön a sóstú természetvédelmi területen. Az etetőre járó madarakkal ismerkedhettek meg testközelből azok, akik a két ünnep között a jó levegőre vágytak Székesfehérváron. A Magyar Madártani Egyesület, valamint a Fehérvár megyei Madárbarátok Egyesületének jóvoltából gyűrűzésen vehettek részt az érdeklődők. Gyakorlatilag majdnem 10 éve összegyűlünk itt a két ünnep között a Fehér megyei Madárbarátok Egyesületével és a Magyar Madártani Egyesülettel. Közösen csinálunk egy ilyen madárgyűrűző programot. Ez egy nagyon jó családi program. Itt vannak általában szakvezetések, fél óránként ugye van hálóellenőrzés, és akkor itt a legkisebbek elengedhetik a meggyűrűzött, megfogott madarakat. Ugye ez egy kutatógyűrűzés, ami gyakorlatilag egész év folyamán zajlik sóston, kivéve a költési időszakot. A gyűrűzésen azok a kistestű énekes madarak kerültek a szakemberek kezei közé, melyek etetőre járnak. Így a gyűrűzés
sűrűzés után sok tucatnyi cínegét, őszapót és rigóféléket engedhettek el a vállalkozó kedvűek. Ezekkel a programokkal az a célunk, hogy környezeti nevelésre tanítsuk a fiatalokat, idősebbeket egyaránt, és aki az élete során mondjuk egyszer eljön egy ilyen madárgyűrűzésre és elengedhet egy madarat, az lehet, hogy örökre a természetvédelemnek a híve lesz és részt vesz benne, ami egy nagyon fontos dolog, azt gondolom, itt a 21. században. A madárgyűrűzési bemutató mellett madár megfigyelő túrán is részt vehettek a természetbarátok.